Történelmi apróságok. Híres és különleges házi állatok. A 19. század egyik legnagyobb angol költője számtalan különleges állatot tartott, majmot, krokodilt, prókát, pávát, vagy többek között borzot, de az egyik legkülönlegesebb történetű bizonyára a Cambridge-i Trinity College-ban tartott szobatársa volt. Az egyetem akkortájt is megtiltotta a hallgatók számára a kutyák tartását. Mindez nagyon zavarta Byront, mert szerette volna kedvenc kutyáját, az újfollandi Bocfint magával vinni. Byron alaposan áttanulmányozta az egyetemi szabályzatot, és ezután egy nagyon jámbor medvét vásárolt magának szobatársnak. Az egyetem vezetőinek tiltakozására rávezette őket, hogy az egyetemi szabályzat nem tiltja a medvéket, amelyet így el kellett fogadniuk. Byron még tovább ment. Amellett, hogy kutyaként kezelte a medvét és beszélgetett vele, kitalálta, hogy akár hallgató is lehetne az egyetemen. Ezt azonban már nem engedélyezték. Byron és nagy, szőrös barátja ezért nyugodtan és boldogan érhettek az egyetemen, s a költő gyakorta sétáltatta láncon a szelíd medvét, amikor végzett, magával vitte londoni birtokára. A három testőr írója nagyon szerette az egzotikus állatokat, de persze a hagyományos állatokat is. Vidéki birtokán 5 kutya és egy macska mellett 3 majmot, 2 papagájt, egy aranyfálcánt és egy keselyűt is tartott. Dumas olcsón vásárolta a keselyűt egy Konstantin lakostól, de a Franciaországba juttatása már jóval többe került. Az író Jugurtának nevezte el Numidia ókori császár tiszteletére, aki a nevezett városban született, bár akkor még Cirtának hívták. Az író házában azonban a keselyű beköltözött egy üres hordóba, így Dumas átkeresztelte Diogenésznek. Az író megemlékezett a keselyűről a Monte Cristo grófjában is. Az egyik legnagyobb angol írónak egy Grip nevű holló volt a legkedvesebb házi állata. Pontosabban nem egy, hanem több is, hiszen miután Grip elpusztult, az író meggyászolta, majd beszerzett egy másik hollót, akit szintén Gripnek nevezett el. Az író életében fontos szerepet játszott, hiszen egyik regényében, a Barnabirágyban fontos karakterként is használta. 1842-ben Dickens egy amerikai körútra ment, ahol találkozott Edgar Allan Poe-val. Poe felfedezte, hogy a regényben szereplő holló mintája valószínűleg Dickens valódi madara lehetett. Az író ezt nem is tagadta. Nem sokkal később Poe megírta a leghíresebb versét, a hollót, és könnyen lehetséges, hogy innen merítette az ihletet. Fél évszázaddal később, Gauguin búcsú vacsoráján, mielőtt Tahitire utazott, valaki felolvasta Poe versét, és a festő pár évvel később egy olyan festményt készített, amelyen a Nevermore szó és egy holló látható a háttérben. Poe hollója ezt a szót ismételgette a versben. A második holló halála után Dickens kitömette az állatot, és inspirációs forrásként továbbra is az asztala fölött tartotta egy fából és üvegből készült tokban. Az író halála után a kitömött madarat elárverezték, és egy amerikai gyűjtő, a Poe kedvelő Richard Gimbel vásárolta meg. Így ma Philadelphiában látható a múzeumban. A költő nem sokkal a halál előtt Brüsszelben lakott a Hotel du Grand Miroirban. Egy nap a szálloda udvarán sétálva a lábára zuhant egy denevér. Baudelaire felvette a sérült, beteg denevért, majd kenyérrel és tejjel megetette, aztán gondozta egy ideig. A
A denevér egy olyan ketrecben aludt fejjel lefelé lógva, ahol korábban egy kanári lakott. A fiatal szobalány teljesen megrémült az állattól, de Baudelaire élvezettel simogatta a denevérét. Végül, amikor megerősödött, korábbi ígéretéhez híven kivitte az utcára és elengedte. A denevér a Szent Anna kápolna hasadékaiban tűnt el végül. A költő párizsi Montparnasse temetőben álló szimbolikus síremlékének tetején egy denevér gubbaszt, miközben a költő a gondolkodó pózban jelenik meg. Valószínűleg ez a denevér jelent meg az egyik versében is. A föld csupán rideg acélketrec, s benne fogságba ejtett denevér. Ibsen egy ismeretlen kezdőíró volt, aki Rómában élt, kevés jövedelemmel. Ott kezdte el írni 1865-ben az első olyan darabot, amely híressé tette. A darab írása közben talált egy skorpiót, amely éppen 7 éves kisfia felé mászott, és magához vette. Belerakta egy üres sörös pohárba, és az íróasztalára tette. A kis állat rendszeresen megbetegedett a darab írása alatt, de ennek talán egyszerű oka volt. Ibsen egy barátjának írta egy levélben. A brendírása alatt az asztalomon volt egy pohár, benne egy skorpióval. A kis állat időről időre beteg volt. Aztán adtam neki egy darab bogyós gyümölcsöt, amelyre dühösen zuhant, és kiürítette a benne lévő mérget. Utána megint jól volt. A skorpió azonban jellemzően rovarokat fogyaszt, nem gyümölcsöt. Ibsen pedig kényszerből vegetáriánossá tette. A skorpió tehát valószínűleg éhes volt. Ha újabb videókat szeretnél, kérem iratkozz föl!